Na sziasztok, Kacuki Tomi, és itt vagyunk a Médivel 2 Total War-ral, és folytatjuk a kis történelmi csatás sorozatunkat, és elérkeztünk a páviai csatához, ahol is ugye a német-római birodalom és a spanyolok szövetséget kötve fognak harcolni a franciák ellen. Ahol is ugye nekünk annyi lesz a fő feladatunk, hogy megöljük Fülöp királyt, aki ugye a francia seregeknek a vezére, most ezt a kis cuccot megint ki fogjuk lőni, hogy mi meg, hogy meg miért. Teljesen mindegy igazából. Na az a lényeg, most egy kicsit magyarázok, hogy ugye itt egy ilyen kolostor, vagy nem tudom mi ez, aztán itt befészkelte magát ilyen ágyukkal, meg minden ilyesmit, jobb meg bal oldalt, ugye a bal szárnyat a spanyol szövetségesek fogják most megtámadni, addig nekünk ugye a Fülöp király csávókát kéne megölni. Viszont egy gond van ezzel, hogy... Hogy... Na, már is kényelmesebb így, igen. Tehát normális kamerával azért kicsit egyszerűbb lesz játszani. Oké, tehát nekünk ugye elég komoly kis közelharcos egységeink vannak. Velük azt fogjuk csinálni, hogy egy csapatba rakjuk őket, és majd egyből le is rohomozzuk itt a Fülöp királyt meg a csendőrségét. Illetve ugye a hadvezérünket el is visszük bal oldalra. Az roppant egyszerű, hogy miért lesz úgy. Sőt, a pikásoknak egyelőre nem veszük ki a pikát, hanem így. Így. Ti arra. Így, ti oda kis szélre. Így van, így valahogy, tehát annyi a lényeg, hogy a lovasságát nekünk most fel kell tartani ugye a pikásokkal, meg minden ilyesmi, és ott van ugye a Fülöp király. Na, őt kell nekünk megölni. Mindenféleképpen. Mindenféleképpen meg kell öljük. Így ugye szépen a lovasságunkkal kerülünk mögé. Itt vannak ugye skót őrök, amikről ugye tudni kell, hogy a legbitangabb francia íjászok, tehát az azért nem gyenge. Plusz ugye minket egyfolytában lőnek az ágyuk onnan, tehát minél hamarabb meg kell ölnünk Fülöp királyt, hogy itt valami effektíve történjen. Különben bukó van, hogyha nem tudjuk megölni. Menekül, vagy ilyesmi, nem tudom. Jó, kapjuk el Fülöp királyt nagyon gyorsan. Ott van valaki, vágja le, vagy nem tudom hol van, de az előbb még itt volt. Megvan. Szövetséges hadvezérünk elesett. Baszki. Hát ez rossz. Ez rossz. Jó. Oké, a muskétársainkat azonnal állítjuk fel ide, mivel hogy ezek itt attól jönnek az oldalunkba. Ti meg nem bánnám, hogy egy kicsit haladnátok, gyerekek, mert egy elég szar ügy lesz. Rendben, támadjuk meg őket azonnal. Na bazzeg, ennyit a spanyol szövetségesekről. Nem baj, az a lényeg, Fülöp királyt meg kell csípnünk. Mert hogyha ő nincs meg, akkor itt bukóka van az egésznek. Rendben. Vagyis hát annyira nem, de most nem tudok vele mit csinálni igazából. Tehát amíg a király nincs meg, addig nem tudok vele effektíve más csinálni, mint hogy üldözöm. De mondjuk ez egy elég szar, hogyha nem tudjuk elkapni. Úgy igazság szerint, úgyhogy nem bánnám, hogyha a nyomorult nehéz lovasság, ami kicsit összeszedné magát, vagy hasonló. Muskétásokat fel kell rakjam a dombra, mert máshogy nem... Nem nagyon tudok velük mit csinálni. Álljatok be hadrendben nagyon gyorsan. Na, most elvileg el kéne, hogy kapjam a csávót. Jó. Muszájok megölni, hát akkor nem tudok csatát nyerni, hogyha a királya él. Sajnos. Itt ugye a skót őrök rohadt jól tartják magukat, sajnos. Elég se tudok effektíve mit csinálni még. Itt ugye meg megjönnek mindjárt a pikások, amíg amúgy nem annyira komoly a közelharcba, de azért oda kell itt figyelni a dolgokra. Nem tudom, hogy áll a király életügyileg. De nem bánnám, hogy egy kicsit haladnánk, mert itt most, hogyha ezek ide érnek, akkor megint szopók a nyalóka. Jó, már nagyon piroslik, úgyhogy elvileg kéne itt működni a dolgoknak. Hát igen, a spanyolokat ott tönkreverték, tehát eléggé sürgető lenne, hogy megöljék. Valaki vágja le.
Itt bukó lesz az egész, hogyha nem sikerül. Hát ha nem nagyon akar meghalni, én azt figyelem. Miért van ennek ennyi élete, és most hogy tudod csak úgy kijönni a lovasságom közül? Hát nem hiszem el, gyerekek. És most ott jönnek a csendőrök, hát ez kurva jó. Ó, Istenem. Utána. Nagyon gyorsak vagyunk amúgy, azt figyelem. Csendőrök, hogyha elkapnak minket, akkor ott vége a világnak. Kicsit belegyorsítunk. Ó, az most pont jó, hogy itt vannak a spanyolok. Vagy mi? Na, gyerekek, valaki jöjje meg, mert... Na végre! Jó, meghalt a francia király, nagyszerű. Remek, azonnal megyünk előrébb a gyalogsággal, mert itt valamit csinálni kell magunkkal. Ó, jaj, ott egy pikás, vagyis hát inkább három. Így kicsit így kerülünk, meg minden. Aztán reménykedek, hogy az ágyuk nem kapnak engem telibe. Muszáj őket megkerülni, hogy aztán hátulról beléjük csapódok. Az úgy szerintem teljesen rendben is lenne. Muskétásokat kioldalra azonnal, mert így nem sok hasznát veszem. Itt hogy áll a bal oldal? Hát nem olyan túl jól az az igazság. Nem baj, legalább már Fülöp meghalt. Az is valami. Ó, és itt még maradt két egység, úgyhogy... Őket is hozzuk ki ide szépen szélre. Ajjajjajjajjaj, jönnek a csendőrök, jajjaj. Ez egy elég rossz. Az a nagy helyzet. Várjátok, hát ez így cumi lesz. Csendőrök itt szétvágnak minket. Még több pikás, nagyszerű. Járjátok be azonnal a középet védeni, mert az így nekünk nagyon nem lesz jó. Fülöppel meg csapódunk az ágyukba. Nem tudom, van még vajon hadvezére, vagy... Az a baj, hogy lelkesek, tehát hogy... Valaminek még kell lenni itt a háttérbe. Nyergetlen nemesi lovag. Ez nekem elég rossz, itt meg nagyon fenyegetik a hátamat, az a baj. Nem baj, legalább az ágyukat vágjuk szét gyorsan. Hát nem tudom. Az mondjuk lényeges lenne, hogy a karókba nem menjetek bele, mert akkor itt vége a világnak. Na nem baj, ezt a kartány izét itt vágjátok le. Hamar, mert ez így nem lesz jó. Igen. Egyik megvan. Most jön a másik. Nagyszerű. Haladunk ott szép lassan, addig a gyalogságomnak ki kell tartani, nem tudok más csinálni vele. Jó, gyerünk oda. Középről átfordulunk oda. Úgy látom, itt elég szépen felmorzsoljuk őket, hála az égnek. A spanyol barátainkat is eléggé szivatják. Jó, ne engedjük, hogy a muskétások meghaljanak. Ezek, ezzel nagyon lemaradtunk. Ott is van ugye egy ágyú, de az nekünk tök mindegy. Nem értem, hogy hívják ott, hogy... Ezek most itt egymást lövöldözik? Ne szívass már. Jó. Gyerünk, azt ott nagyon gyorsan rohamozzuk le, még mielőtt teli belő minket. Egy vagy kettő ágyú. Igen, kiegyensúlyozott. Hát én annak nagyon örülök most egy hirtelen. Húha, itt nagyon megállt a harc. Mi történt? Ez kaszás, kaszás. Jó, gyerünk, azokat ott fogjuk meg, nem mehetnek a hátunkba. Így. Hogy áll Philip Morris? Jó, van, nagyon jól. Gyerünk hátra. Egyet szétszedtünk szépen. Oké, fordulunk a másik ágyúra. Aha. Aha. Ho-ho-ho. Ennyi? Nyertünk? Ho-ho, királyság. Jól van, nagyon fasza. De nézzük egy csata adatot. Hát ez egy testtől... 60... Szájhandereink. Elég szépen adták az ívet. Na, skacok, ennyi lett volna most a páviai csata. Remélem tetszett nektek. Én Tomi voltam. Sziasztok.